önkormányzati tartományi és köztársasági tisztségviselők kíséretében látogatott el Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár a Pacséri Általános Iskolába és két topolyai középiskolába. Elmondta, hogy az év végéig munkatársaival igyekeznek minden vajdasági iskolába, több mint 550 intézménybe ellátogatni, így felmérve az oktatási intézmények szükségleteit. Az összes létező oktatási intézményt meglátogatjuk egy év során, tehát az idei évnek a végéig egy program szerint, amit kidolgoztunk, és itt különbséget nem teszünk, tehát oda is ellátogatunk, ahol még nem adtunk, támogatást, de az nem jelenti azt, hogy nem fogunk adni. Tehát épp az a célunk, hogy a helyszínen győződjünk meg a problémákról, a gondokról, az ötletekről, amelyek jelen vannak az adott közegben, mert ez az igazi, ha saját szemünkkel győződünk meg arról, hogy mi történik az említett oktatási intézményekben. Vajdaságban több mint 550 oktatási intézményünk van, ezek középiskolák, általános iskolák, óvodák, diákotthonok, és van mit terepen dolgozni, de hát mint ahogy elhangzott, többen csináljuk ezt, és ezt folyamatosan tesszük most már januártól, és a terv meg kell, hogy valósuljon az év végéig, tehát összesen 9 hónapunk van az év során erre. A jelenlegi tanévnek a második fél évében és a következő tanévnek az első fél évében. Korlátozottak azért az eszközeink, tehát tavaly 250 millió dináros pályázatunk volt októberben, most zárult egy 150 millió dináros pályázat, és persze ezt együtt nézzük mind, az egész vajdaságra nézve, 45 község és város van, említettem, hogy több mint 550 intézmény, tehát igyekszünk mindenhova eljuttatni a pénzből, és egy prioritást követni, és persze két egymás utáni körben a szabály az azért az, hogy nem kellene, hogy ugyanaz az iskola kapjon, épp az miatt, hogy mindenkire sor kerüljön, ahol szükséges a beruházás. És kevés ilyen iskola van, ahol nincs szükség felújításra. Ezek az újonnan épült iskolák, vagy valóban az olyan iskolák, ahol az utóbbi években nagy volt a figyelem, ami a felújításokat illeti, és épp az volt a szándékunk, hogy mindenhova eljussunk ezzel a programmal, és hogy ez évről évre megtörténjen, növekedjenek az eszközök is akár, és hogy ezt összehangoljuk az önkormányzati hasonló pénzekkel és a köztársasági beruházásokkal, hogy ne duplázódjon, és hogy ez mind együtt kiegészítse egymást. Nagyon fontos, hogy az utóbbi időkben, meg ez előre vonatkozóan is így lesz, egyre nagyobb figyelem fordul az oktatás felé egyáltalán, és a felújítások felé, amelyek szükségesek az épületeinken. A topolyai községben mások mellett a Pacséri Mose Piade általános iskolában járt, ahol tárgyalást folytatott az iskola vezetőségével, meghallgatta a fejlesztésekre vonatkozó igényeket és ötleteket. A Pacséri iskola tartományi pályázat útján már elnyert 2 millió 900 dinárt ablakcserére. Ellátogatunk a vajdaságban minden iskolába, és ebben az évben ezt meg szeretnénk valósítani. Nagyon sok helyre el kell jutni, több mint 550 intézménybe, és ez a nap a Topolya községre van számva. Több iskolába látogattam el, látogatok még el. Pacséron kezdtük a Mose Piade általános iskolával, és ott egy munkamegbeszélésünk volt az iskola vezetésével, a községi vezetőkkel, annak kapcsán, hogy az iskolai épületet hogy felújítani, milyen szükségletei vannak még az iskolának ezzel kapcsolatosan, és egyébként mi az elképzelésük, mik az ötleteik, szükségleteik, ami az oktatást illeti. Tartományi pénzből sikerült biztosítani a
az ablakok cseréjére mintegy 2 millió 900 ezer dinárt ide Pacsérre, a Pacséri Általános Iskolába, és a jövő hét folyamán elkezdődnek majd a munkálatok. Szeretnénk, hogy mielőbb befejeződjenek, és ez minőségi módon történjen meg. Ez mellett persze más szükségletek is vannak még az iskola épületének a felújítására vonatkozóan, ezt tekintettük át, és gondoltuk át, hogy hogy folytatni majd mindazt, ami elkezdődött. Most itt vagyunk a Sinkovics József Műszaki Középiskolában, Topolyán, és itt próbáltuk átlátni azt, hogy mire van szükség. A tartomány és a középiskola között jó az együttműködés, az elmúlt években több ízben is sikerült pénzt biztosítani felszerelésre, bizonyos felújításokra is, például a kerámia lapokat biztosította donációból a tartomány, és nagyon jó volt látni azt, hogy egyrészt a padlólapok már a helyükön vannak, másrészt pedig a fallapokat maguk a diákok helyezik fel a falra a gyakorlati oktatás keretében, és ez legalább olyan minőségesen történik, mint ahogyan az igazi mesterek csinálták a padlólapokat. Ez egy jó példa arra, hogy összekötni a kellemest a hasznossal. Persze itt más szükségletek is vannak. Nyilászárók cseréjére van szükség, szóval szigetelés megoldására van szükség, és most van folyamatban, vagyis most fejeződött a pályázatunk mintegy 150 millió dinár összegre, és az elbírálása van a napokban folyamatban. Lehetséges, hogy sor kerül majd arra, hogy olyan döntés születik, hogy a Sinkovics kapni fog ebből a pénzből. Most ez attól függ még, hogy összesen hányan jelentkeztek, és hogy milyenek a prioritások, tehát milyen prioritásokkal jelentkeztek a többi iskolák is, de én úgy gondolom, hogy ez a középiskola nagy esélyekkel kaphat eszközt erre, amire pályázott. Ez is azt hiszem, hogy 3 millió, 4 millió dinárnyi összeg, de hát nem szeretnék a rúd elé szaladni még. Ezután még ellátogatunk a mezőgazdasági középiskolába, ott is jelentős támogatásokat sikerült tartományból biztosítani a felújításokra, és itt a tetőt újította fel az iskola ennek köszönhetően, de hát egy égető kérdés a diák otthon a mezőgazdasági középiskola esetében, hiszen ezt a beruházást be kell fejezni mielőbb, és én úgy látom, hogy a község és a tartomány közös erővel ezt meg tudja oldani, és ez a több mint 100 férőhelyes diákotthon hamarosan beüzemelhető lesz, és ez biztosan, hogy a középiskolát és egyáltalán a középiskolákat itt Topolyán erősíteni fogja, hiszen azok, akik most utaznak, bent lakhatnak Topolyán, és ezzel könnyítik az iskolai életüket. Másrészt ez egy vonzó tényező lesz a beiratkozásokkor, a középiskolába való beiratkozásokkor, hiszen azok a középiskolák, amelyeknek van diákotthonuk, vagy egyáltalán abban a városban van diákotthon, ahol középiskolák működnek, biztosan, hogy nagyobb létszámú diákra számíthatnak a beiratkozáskor, mert messzebbről is eljönnek tanulni, például ebben az esetben Topolyára. Topolyán viszont a középiskolai oktatás igen minőséges, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó lépés lesz, hogy megoldjuk ebben a községben a diákotthon kérdését. A topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskolába is ellátogatott a tartományi oktatási titkár, ahol megtekintette az iskola épületét, és néhány tanórára is bevezette Keresztúri Hajnalka, az iskola igazgatónője.
Ez a középiskola már korábban is kapott tartományi támogatást felújításokra és felszerelésre. Nyilas örömét fejezte ki, hogy az iskolában már azokkal a kerámia alapokkal dolgoznak és tanulnak a diákok, amiket tartományi donációval biztosítottak. Nemrégiben zárult egy 150 millió dinár összértékű tartományi pályázat, jelenleg az elbírálási időszak van, melyre a Sinkovics József Műszaki Középiskola is jelentkezett, mert szükséges az épület nyílászáróinak cseréje és az épület szigetelése is. Két pályázati anyagunk van a tartományi titkárságnál. Az egyik az az épületünk hőtani szempontból való adaptálása, a másik pedig a 130 éves iskolánk fönnállásának 130 éves évfordulójának megünneplése. Az első pályázati anyaggal már 5-5-ször pályázom. Úgyhogy amit sikerült eddig kicserélni, külső nyílászáró szerkezeteket, erre van terdokumentáció és engedélyünk is, és most reménykedünk, hogy a tartományi titkárságtól kapunk pénzeszközöket arra, hogy folytatni tudjuk a külső nyílászárók cseréjét, illetve nagy gond van a mennyezet szerkezettel is, mert régi típusú stukatúr van, ami tulajdonképpen csak a levegőréteg az, ami szigetel, és tapasztaltuk most is, amikor volt ez a hideg hullám pár héttel ezelőtt, hogy a hő fölfelé áramlik, és megolvadt a hó, és méter hosszú jégcsapok keletkeztek, úgyhogy napjára többször le kellett őket verni. Tehát nagyon fontos lenne nem csak a külső nyílászároknak a cserének a befejezése, hanem tulajdonképpen a többinek is a folytatása, és hát a jubileum, a 130 éves jubileum megünneplése szintén nagyon fontos. Szerintem, tehát Topolyán község három középiskola közül ugye a legnagyobb múltú, és Vajdaságban is egyik legnagyobb múltú középiskoláról van szó, és monográfiát tervezünk kiadni, és kellőképpen, illetve megtisztelve a múltat is, és a múltban dolgozókat is szeretnék megünnepelni ezt a napot. Körútja során Nyilas még a Topolyai Mezőgazdasági Középiskolába látogatott el, ahol tartományi támogatással sikerült kicserélni a tetőt az iskola épületén. Mik azok a projektek, amikben számíthattak a tartomány segítségére, és mik azok, amikben a jövőben számítanak majd a tartomány segítségére a mezőgazdasági középiskolában? Tehát mai nap folyamán ellátogatott hozzánk Nyilas Mihály tartományi oktatásügyi titkár, és nagy örömre szolgál, hogy kijött a helyszínre megnézni, tehát fölmérni az iskolának a helyzetét, tehát a problémákat, gondokat közösen megbeszélni, és ennek alapján fogjuk a közeljövőben tervezni a további tevékenységeket. Tehát amit most visszamenőleg meg tudtunk valósítani a titkárság segítségével, közreműködésével, az egy nagy projekt volt, tehát az iskola tetőszerkezetének a megjavítása, kicserélése, a tető csere, csatorna csere, tehát ez körülbelül 4 millió dinár volt. Ez mellett különböző projekt dokumentációnak a kidolgozására biztosítottak pénzeket, amelyeket majd a közeljövőben különböző pályázatok útján próbálunk megvalósítani. Ez mellett ígéretet kaptunk arra is, hogy itt egy két év leforgás alatt, ha minden jól megy, a diákotthont be tudjuk fejezni, tehát a helyi önkormányzat és a titkárság együttműködésével, és akkor reméljük, hogy utána ezt meg tudjuk nyitni, és itt akkor az utazó diákainknak meg tudjuk oldani a problémáját. A titkárságtól még itt a múlt év folyamán kaptunk egy nagyobb mennyiségű padlócsempét is, amivel majd az idei iskolaiban a tantermeknek egy részét fogjuk, tehát a padlóburkolatot kicserélni, mivel már ugye elhasználódott állapotban van. És a titkárúrral megbeszélve, én remélem, hogy a következő 4-5 éves ciklusban sikerül, tehát úgy a szanitáris csomópontokat, meg a többi részét az iskolának, ami még javításra való, tehát gondolok itt a nyílászáró cserégre is megvalósítani, és szerintem akkor itt nagyjából 4-5 év alatt
az iskola épületet olyan állapotba tudjuk hozni, ami elfogadható lesz a diákok és a tanárok részére is, egy korszerű, modern épületben tudunk dolgozni. Tóth Tibor iskolaigazgató és Nyilas Mihály oktatási titkár is prioritásként jelölték meg a Topolyai Önkormányzat és a Tartományi Titkárság együttműködésével a diákotthon épületének mielőbbi befejezését és átadását.